A helyváltoztatás koráról van szó. A helyváltoztatás azt is jelenti, hogy a gyerek elkezd önállósodni. Az önállósodás az az étkezésre, a táplálkozásra is vonatkozik. Meg az energiaigényre, tehát ilyenkor már azért kevés az anyatej. Már úgy értem, hogy nem elég neki az anyatej, bármilyen bőséggel álljon is rendelkezésre. Például, mert a folyadék igénye meg növekszik, hogyha úgy bele szagolsz abba az illatos kis tarkójába, akkor megérzed, hogy már verítékezik, meg azért hát ilyenkor már rendesen dolgoznak az izmai, úgyhogy több energia kell, és ilyenkor igyekszünk etetni. Csak hogy az etetés az megint belekerülhet abba az ördögi körbe, amit már említettem, hogy ha egyszer véletlenül nem eszik, akkor azonnal elkezdjük a kompromisszum sorozatot, kétségbe esünk, Úristen, éhehal, mi lesz velünk, és ez vezet oda, amit egyszer már kilátásba helyeztem, de itt most aztán ránk törhet, hogy jó, ha azt nem, akkor ezt igen. És megmondom, hogy mit igen. Magas cukortartalmú, nem rágandó, egyben lenyelhető, de kicsit ropogós. Ez erre van programozva. Ez pedig úgy hívjuk, hogy teljes pejhek. Ez az. Amiből az jön, hogy ahelyett, hogy elindulna a nyálelválasztás, a rágás miatt egyből lemegy a falat a gyomorba, nem is falat megy le, hanem lesz zúdul valami, amit a gyomor nem tud forgatni. Ez átkerül a vékonybélbe, ahol rátelepszenek mindenféle olyan gombák és bacik, amiknek semmi dolga ott, és innen jön az, hogy elkezd fölborulni az emésztés, vagy hogy ki se tud alakulni rendesen az emésztés, a bélfal megbomlik, és mindenféle csúfság kerül a gyereknek a szervezetébe, amit aztán úgy nevezünk el, hogy ennek a következményét úgy nevezzük el, hogy ekcéma, vagy fülgyulladás, vagy torokgyulladás, mert hogy ezeket a csúfságokat a szervezet valahova kipakolja, és ez meg jellemző módon vagy a nyirokrendszer, vagy a bőr. Ezért, amikor elkezdünk hozzátáplálni, akkor egy nagyon felelős helyzetbe kerülünk, és ezt vegyük tudomásul. Nincs olyan, hogyha ezt nem, akkor majd valami mást, mert az az édes folyós ropogóshoz vezet, és van olyan, hogy éhség. Ebben legyünk nagyon következetesek, és ebben értsünk egyet mi szülők, mert hogyha ezt föladjuk, akkor nagyon nehéz ezt a társas dimenzióban keresztül vinni, hiszen azért többnyire azon vagyunk, hogy a gyerekeket magunkhoz édesgetjük. Azon vagyunk, hogy a gyerekeket magunkhoz édesgessük. Na, sük. Így jó a vége.